Üdvözlöm a világkupa szurkolóit! A szemkápráztató Monakóba érkeztek meg sztárjaink. Az előző verseny Jászmin hőstetje miatt volt emlékezetes. Idegenünk hiába volt ravasz, végül ő járt pórul. Mai pályánk egy nagyon nehéz városi terep, itt a leggyorsabb autó fog nyerni, de nem is csigázom tovább a hallgatóságot, kezdődjék a verseny! 3, 2, 1, rajt! Olyan gyorsak a versenyzők, hogy szabad szemmel nem is lehet látni őket. A mai versenyen mindenki használhat nitrót, emiatt kék csíkot hagy maga után a mezőny. Mivel itt számít az autók súlya, emiatt a legkisebb autók a legesélyesebbek. Ted és Jászmin sajnos le is maradnak, viszont Lili, Tom, Carlos és az idegen fej-fej mellett. A szédületes Lilit már csak hátulról csodálhatjuk, ugyanis megnyeri a versenyt. Mögötte az idegen, majd Carlos. Versenyzőink a dobogón ünnepelnek, és már fejben készülnek a következő és egyben utolsó versenyre, ahol eldől, hogy ki nyeri a világkupát.